Betlem Dávid az Észak-Karolinai Egyetemen folytatja tanulmányait a 2024-es olimpiai játékok után. A tavaly junior világ és Európa bajnoki aranyat szerző már a felnőttek között is bizonyító nyílt vízi úszó döntése annyiban meglepő, hogy az amerikai bajnokság programjában csak medencés versenyek szerepelnek. A 19 éves sportoló azt mondta, még Zalaegerszegen úszott, amikor már felötlött benne, hogy idővel jó lenne Amerikában tanulni és folytatni az úszást. Betlem Dávid 2020 egy januárjában váltott és költözött Zalaegerszegről Veszprémbe, ahol Szokolai László irányításával és Rasovszki Kristóffal készül. A tanulmányait csak a 2024-es olimpia után kezdi majd el.